26. alkalommal rendezik meg a Móricz Kupa leányröplabda utánpótlás tornát. 12 együttes érkezik az ország különböző pontjairól, sőt a határon túlról is. Lengyelországból jön Jaszló, Szlovákiából Presov Bardajov, és Szerbiából Kikinda, és nyilván a magyar élmezőny, hiszen Vasas, Békés Csaba, UTE, MTK nélkül még nem rendeztünk Móricz Kupát, és most kiegészül a Jászberényi Röplabda Klub együttesével és a Dunakanyar SC-vel, valamint természetesen a két Nyíregyháza sportcentrum csapatai. Így összesen 12 csapattal indulunk a hétvégi megmérettetésnek. Egy-egy ilyen torna jó alkalom arra is, hogy a kapcsolatokat tartsák. A Móricz Kupára is jelentkezett csapat például Spanyolországból is. A 2019-es év olyan eredményeket, sport kapcsolati eredményeket hozott Nyíregyháza számára, a korosztályos csapat, U15-ös csapat számára, amely kapcsán sokan, többen érdeklődtek külföldről, például Spanyolországból, Hollandiából, Németországból csapatok. Egyelőre a kapacitásunk 12 főre engedi meg a kupa lebonyolítását. Ebből a szempontból egy ragyogó év volt. A Nyíregyházi Sportcentrum két csapatot is indít. Több olyan játékos van most az Extra Ligában, akik egykoron a Móricz Kupán vettek részt. Egyik-másik játékos mondjuk akár a Magyar Extra Ligából is kvázi innen került ki, vagy legalábbis itt láthattuk korábban. Ez szerintem minden tornára igaz, hogy minden tornán több olyan játékos is van, aki a néhány év múlva majd a magyar első osztályban szerepel, vagy uram, bocsánat, magyar válogatottban, hiszen nyíregyházi vonatkozásban is tudunk ilyet mondani. A torna november 30-án kezdődik, a döntőket vasárnap rendezik a Móricz iskola torna csarnokában. A hétvégén rendezik az első Rajál Bérskupa teremlabdarúgó tornát is a Zrínyi Tiszavasvári úti csarnokában. 24 csapat jelentkezett, az összdíjazás pedig 200 ezer forint. Nincs megkötés, itt bárki hozhat akár NB1-es játékost is, de viszont hallom a szerveződéseket, hogy ki milyen játékosokat hoz a csapatába, ezért azt látom, hogy egy igazán színvonalas torna lesz. 4 megyéből érkeznek csapatok, a csoportmeccsek után pedig vasárnap a helyosztókra kerül sor. A támogató saját együttest is nevezett. Fogunk indítani Fáró Bútor Eger néven, mert a nyíregyházi Decathlon konyhamőbel bajnokságban ott vagyunk, szereplünk az öreg fiúkba, mint kivéhet csatalóak, az igaz, de megpróbáljunk itt is helytállni. A tornával szeretnének hagyományt teremteni és minden évben megrendezni.